Negyedik éve rendezi meg új évköszöntő gáláját Bátaszéken a Zsikó zenekar. Az együttes ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Mára az ország egyik legtöbbet koncertező zenekara lett. A nagyszabású koncert bevezetőjében Süli János a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter köszöntötte a közel 1200 egybegyűltet. Nem először vagyok Bátaszéken, hál' Istennek. A fejlődése révén több esetben van módunk a polgármesterrel, akár elnök úrral együtt szerepelni, átadni létesítményeket, úgyhogy most egy más ünnepi alkalomból vagyunk itt. Fülöp Péter a művészetért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár méltatta a 10 esztendős Zsikó zenekart. Azt mondta, az együttest hallva jó magyarnak lenni. A Zsikó zenekar az egyik legtöbbet koncertező magyar népzenekar. A 2014-es Fölszállott a Pávban legjobb három rómos bandájának egyike. Minden túlzás és hivataloskodás nélkül olyan nemzeti kincsünk, amelyik nem hagy minket nyugodni, hanem magával hív, addig táncoltat, amíg rá nem ébredünk arra, a nagyon egyszerűnek tűnő, sokszor mégis nehezen kiejtett dologra, hogy így bizony jó magyarnak lenni. Az ünnepelt azt mondta, minden színpad, amin fellépett, egy kihívás, de itthon a saját közönsége előtt ünnepelni a 10 éves jubileumot felemelő feladat. Itthon egészen más hangulatú, itthon ismernek minket az emberek, mi is ismerjük a helyieket és a megyében élő emberek nagy részét, akik ma itt lesznek a koncerten. Számos barátunk lesz itt, családtagunk, hozzátartozónk, és ha mondhatom így, akkor a zenekar rajongója. Úgyhogy egészen biztosan más érzés mindig otthon koncertezni, hiszen sokkal magasabb van a léc, és az embereknek is sokkal magasabb, azt gondolom, az elvárása a mi irányunkba. Úgyhogy igen, mi nagy izgalommal várjuk ezt a ma estét, és sokat készültünk, bízom abban, hogy mindenki jól fogja magát érezni. A programban olyan kiválóságok léptek színpadra, mint a cimbalom virtuóza Balogh Kálmán, vagy a Lisztdíjas primás Pál István Szalonna, akik mellett a zenei rendező a Csíkzenekar alapítója, Kunos Tamás munkája is emelte az ünnep fényét.